Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Stopp az élelmiszeráraknak! Több 100 millió forint érkezhet 2022-ben Földeákra. Ismerjék meg a makói asztrofotóst, Kardos Balást! A védettségi igazolványt február 15-től oltási igazolványjá alakítja át a magyar kormány. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be ma délelőtt a Kormányinfón. Az minősül oltottnak, aki már megkapta a harmadik oltást, vagy a második oltását 6 hónapon belül kapta meg. Ez a szabály a 18 éven felettiekre lesz érvényes. Új igazolványokat nem kell kiadni, a QR kód alapján lehet majd azokat ellenőrizni. Élelmiszerstoppot vezet be a magyar kormány, jelentette be szerdán Orbán Viktor. 6 alapvető élelmiszert februártól nem lehet majd drágábban adni, mint amennyibe azok tavaly október 15-én kerültek. Szerdán a kormányülést követően jelentette Orbán Viktor hivatalos Facebook oldalán a döntést. A kormányfő a videóban úgy fogalmazott, a vírus mellett az áremelkedések kérdésével is foglalkoztunk, hiszen egész Európában nőnek az árak. Magyarország védi a családokat, emelte ki a miniszterelnök, ezért már több intézkedést is bevezettek. Tavaly november 15-től 3 hónapra 480 forinton rögzítették a 95-ös benzin és a gázolaj árának felső határát. Bevezettek egy kamatstoppot a jelzálog hitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikájuk, vagyis fixáron kapják a magyar családok az energiát, de közben az élelmiszereknek az ára is drasztikusan növekszik. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én áll. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet a termékeket majd megvásárolni. Azt azonban egyelőre még nem lehet tudni, hogy ez összegben mennyi csökkenés jelent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021. októberében például a napraforgó étolaj literenkénti átlagára 713 forint volt, míg a sertéshús kilója 1420 forint, a csirkemellfilé pedig az 1600 forintot is meghaladta. A februártól garantált árak a napokban kerülnek nyilvánosságra. 200 millió forintból korszerűsítheti Földeák a közeljövőben a település csapadékvízelvezető rendszerét, 450 millió forint értékben pedig a művelődési ház energetikai felújítására is beadtak egy top pluszos pályázatot. Hajnal Gábor polgármester a község 2022-es terveiről számolt be televíziónknak. Földeákon a közelmúltban sikeresen felújították a csapadékvízelvezető rendszert a Bacsó Béla utcán, de egy egész települést érintő hálózat felújításra is nyertek el pénzt. Egy topos pályázatnak köszönhetően 200 millió forintot fordíthatnak erre a célra. A napokban döntött arról a testület, hogy a Top Pluszban is beadnak egy tendert, amely a művelődési ház felújítására vonatkozik. Ez 450 millió forintról szól, egy energetikai felújítás, aki volt a művelődési házunkban, láthatja, hogy ez a 1988-as állapotnak megfelelően abban az állapotban ez nem különösebben történt, azóta rá jelentős felújítás ember van az épületen, sem belül, sem kívül, és ezt a programot most szeretnénk végigvinni. Az önkormányzat egy másik komoly összeget is szeretne elnyerni, melyből egy nagyon rossz állapotban lévő külterületi útrekonstrukcióját kívánják megvalósítani. Most már a pályázati elbírálási szakaszban van külterületi út felújításra, ez az Igási útnak a 4 kilométeres szakaszon történő megfelújítása, ez egy 300 millió forintos pályázat. Reméljük, hogy ez is pozitív elbírálásra esik, és akkor a bejövő útjaink, amik Földeákra jönnek, Makó felől, Hódmezővásárhely felől, így akár Tótkomlós, Igás felől is már olyan minőségi úttal fognak ide érni, amin nem okoz problémát és keserűséget. A polgármester hozzátette, ebben a pályázatban a község vezetésének 5% önerőt is biztosítania kell. Mint megtudtuk, már beszerzés alatt van egy 3 személyes platós gépjármű, amelyhez egy kardántengelyes ágaprító már meg is érkezett.
Ezek segítségével könnyebben el tudják végezni a kommunális feladatokat földeákon. Szintén a jó időbe köszöntével fog kibővülni az önkormányzati területen található játszótér is a felnőtt sportpark mellett. Ennek köszönhetően minden korosztály egy helyen megtalálhatja majd a számára megfelelő mozgásformát. Rövid híreket láthatnak. Duplájára növekedett a babakötvényhez kapcsolódó állami támogatás felső határa. A befizetések után járó 10%-os állami támogatás maximum évi 6000 forintról 12000 forintra emelkedett, így az állam az eddiginél is nagyobb támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyek ezzel a kedvező megtakarítási formával szeretnék könnyebbé tenni gyermekeik majdani életkezdését, közölte Zsigó Róbert, a családokért felelős államtitkár. Emlékeztetett, minden magyarországi, magyar újszülött részére automatikusan jár a 42.500 forint összegű életkezdési támogatás, amelyet a Magyar Állam Kincstára a gyermek nevére szóló életkezdési leléti számlára helyez. Ez az összeg a leléti számlán az inflációval megegyező mértékkel kamatozik. Ha a szülő, törvényes képviselő vagy más hozzátartozó a gyermeknek a Magyar Állam Kincstárnál start számlát nyit, akkor erre kerül át az életkezdési támogatás összege, és a magasabb éves hozammal rendelkező babakötvényben kamatozik tovább. Ez esetben a szülők, hozzátartozók is tudják befizetéseikkel gyarapítani a megtakarítást. Ráadásul a babakötvény nevével ellentétben nem csak újszülötteknek nyitható, hanem a gyermek 18 éves koráig bármikor lehetőség van rá. A számlanyítás nem csak személyesen, hanem ügyfélkapun keresztül is intézhető. A megtakarítással a gyermek 18 életévének betöltése napjától, de korábban a startszámla megnyitását követő harmadik év elteltével rendelkezhet. Zsigó Róbert hozzátette, 2018. január 1-től a Köldök Zsinór programnak köszönhetően a külföldön élő magyar gyermekek számára is kérelmezhető az életkezdési támogatás. Ugyanúgy nyitható startszámla is részükre, tehát az ehhez kötődő állami támogatások ugyanúgy járnak, mint a Magyarországon élő magyar gyermekek részére. Lakossági bejelentés alapján értesült a Magyar Vöröskereszt arról, hogy csalók SMS-ben kérnek pénzt az országos szervezet nevére hivatkozva. Az SMS-ben a vöröskereszt.info, illetve a vöröskereszt.eu oldalakra próbálják irányítani a csalók a felhasználókat. A Vöröskereszt azt kéri, senki ne nyissa meg ezeket az oldalakat, és ne adja meg a személyes adatait ezeken a felületeken. A Magyar Vöröskereszt ilyen jellegű adománygyűjtés nem folytat. Gyűjtő akcióikról minden esetben a weboldalukon, a hivatalos közösségi média felületeiken, vagy a média további csatornáin keresztül értesítik a lakosságot, hangsúlyozták, és tudották azt is, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették az ügyben. Kardos Balázs egy makói vállalkozó, aki a civil életben 2 éve egy olyan tevékenységnek hódol, melyben, mint sok minden másban, a magyarok a világ élén járnak, ez pedig az asztrofotózás. Interjú alanyunk lélegzetelállító, égi objektumokat ábrázoló fényképeit nem tudományos, hanem esztétikai céllal saját maga és mások kettelésére készíti. Gyakorlatilag 2 motoros tengelyt tartalmaz ez a mechanika, ez az állvány. Ennek a 2 tengelynek az elmozgatásával tud különböző égi objektumokra ráállni. Kardos Balázs nagyvonalakban épp azt magyarázta stábunknak, hogy a távcsövet és a kamerát különböző koordináták megadásával hogyan tudja okos eszközök segítségével irányítani. Elárulta, az asztrofotózás gondos előkészítést igényel, nem mindegy például, hogy az év melyik periódusában járunk és milyen az időjárás. Megfelelő körülmények között egy éjszaka alatt 60-100 felvételt is tud készíteni, melyeket később átlagolnia kell. Ezek az égi testek, ezek nagyon halványak, gyakorlatilag ezek a különböző gázködök nagyon messze találhatóak tőlünk, és nagyon halványak. Ahhoz, hogy ez szabad szemmel látható legyen egy képen, ahhoz muszáj sok-sok képet egymásra rakni, ezáltal, ahogy egymásra illesztjük őket, egyre erősebben láthatóvá válnak a halvány részletek. Ha megvannak a képek, akkor egy számítógépes programban lehet ezt kidolgozni, hogy a megfelelő élesség színvilág előjöjjön. Elárulta, büszke arra, amit csinál, mert olyan dolgokat oszthat meg másokkal, melyekről nem is gondolnánk, hogy egyáltalán léteznek. Nem mehetünk el szó nélkül, amellett sem, hogy ez egy igazi türelemjáték, melyben nem garantált a győzelem. Balázs volt, hogy közel 90 órát dolgozott egy fotón sikertelenül. Frappánsan úgy fogalmazott, a fejlődés tekintetében határa csillagos ég. Érdemes azért egy pillantást vetni arra, hogy 2 év alatt mennyit fejlődött. Nézzék meg ezt a kezdetek kezdetén készült képet a Szaturnuszról, valamint ezt a másikat, amely egy szupernova robbanásból visszamaradt porfelhőt örökít meg. Beszédes a különbség. A látványvilág és annak lehetősége
mellett, hogy az ember valami eddig felfedezetlen égitestre bukkanhat. Ez a tevékenység azért is érdekes, mert időutazásra hív minket. Azokat az objektumokat, amiket fotózok, azok sokszor akár 5000 fényévnyi távolságban is lehetnek tőlünk. Ez azt eredményezi, hogy az akkor elindult fény, ami most felénk tart, amit a távcsöve most lát, ez gyakorlatilag az adott égi objektumnak az 5000 évvel ezelőtti állapotát tükrözi. Magyarul 5000 évre tekint vissza az időben. Arról is mesélt, hogy a Föld görbülete miatt vannak olyan égi képződmények, melyek nem láthatók Magyarországról. Az asztrofotósok körében közkedvelt úti célnak számít Afrika, azon belül pedig Namíbia, ugyanis a déli féltekén való elhelyezkedése miatt ott teljesen más égboltot lehet megfigyelni, mint itthon. Hozzátette, még ha ide nem is sikerül eljutnia, azért azt szeretné megélni, hogy egyszer láthassa a sarki fényt Norvégiában. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hüllővédelmi szakosztálya 2012-ben hívta életre az év két éltűje Hüllője című programot. A kampány keretében a két állatcsoport egyedei közül a szakemberek mindig kijelölnek egy-egy olyan fajt, amely a figyelem középpontjába kerül. Idén a választás a tarka homokfutóra, azaz a homokigyíkra esett. Tudtuk meg Orbán Zoltántól, a szervezet szóvivőjétől. A homokigyík elterjedési területei között említhetjük a Fekete-tengert övező síkságokat, az egyes görög szigeteket, valamint a Krím-félszigetet is. Annak ellenére, hogy fő életszínterét Dél-Kelet-Európában alakította ki ez a faj, vannak olyan egyedek, amelyek hazánkban is megvetették a lábukat. Magyarországon a legmagyarabbnak tekintett, vagy tekinthető tájat találta meg magának. A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl legeltetett homokpuszta gyepeit, tehát ilyen szempontból erre a területre kell ellátogatnunk a tavasz ide, még inkább a nyári időszak, vagy esélyünk legyen találkozni ezzel a pici állatkával. Nem nagy termetű, jóval kisebb a közismertebb zöldjiknál, de nagyon alacsonyra legelt gyepeket kedveli igazándiból, és ebből azt gondolhatnánk, hogy a hátán zöld csíkot viselő barna, fehér, foltozott mintás állatot nagyon könnyű felfedezni. A valóság ennek épp az ellentéte. Ez a színösszeállítás ideális a rejtőzködéshez. Orbán Zoltán kitért arra is, a többi hüllőhöz hasonlóan Magyarországon ezt az élőlényt is a védett állatok között tartják számon. Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Hozzátette, a hazai populáció fennmaradását csak élőhelyeinek jól átgondolt fenntartásával tudjuk megóvni. Az Európai Uniós csatlakozásunkat követő legelőállatállomány összeomlás hátrányosan érinti ezt a fajt is, hiszen hogyha kevesebb állat legel a gyepeken, akkor azoknak a jellege, az ökológiai élőhely kínálata változik, a magasabb gyep nem kedvező számukra, illetve a legelés elmaradásával, megritkulásával sajnos megindul a gyepek becserjésedése, beerdősülése, ami szintén kedvezőtlen számára, illetve emberi tevékenység kapcsán ezeknek a gyepeknek az elmúlt 150-200 évben tapasztalható feltörése is káros, különösen ez, hiszen ez megszünteti az élőhelyeit. De napjainkban a természetvédelmi szabályozásnak köszönhetően a gyepek feltörése már általában nem jellemző, nagyon ritka. A homokigyíkok jellemzően október végén a közelgő hideg elől a talajba, valamilyen rágcsáló járatába bújnak és ott alszanak téli álmot. A hibernációból tavasszal térnek vissza, fő táplálékforrásukat az apró gerincesek nyújtják. A párzási időszak áprilisra tehető, a hímek hasa ilyenkor narancsszínűre változik, mely egzotikus megjelenést kölcsönöz nekik. A nőstények általában 2-6 darab tojást raknak a fűcsomók zsombékok alá. Mindemellett az is elhangzott, hogy a jó idő beköszöntével a lakosság hozzájárulhat a hazai állomány feltérképezéséhez saját fotóival. Minden egyes fényképes észlelést a képernyőn látható honlapra kell feltölteni. Továbbá a www.mme.hu oldalt felkeresve letölthetnek egy ingyenes kétéltű és hüllőhatározó applikációt. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Stopp az élelmiszer áraknak. Több százmillió forint érkezhet 2022-ben földeákra. Ismerjék meg a makói asztrofotóst, Kardos Balást.
Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Farkaséva Erzsébet polgármester újévi köszöntőjét láthatják felvételről. Később Társalgó című színes, kulturális magazinunk következik, végezetül pedig egy ünnepi fúvós koncertet láthatnak Gábor Nagy Árpád vezényletével. Kedves nézőink, ez volt a január 13-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!